A Bárka művészeti szalon kiállítását ünnepélyes keretek között nyitották meg a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban Bárka 26 címmel. A szám fennállásuk 26. évfordulóját jelzi. 1996-ban azzal a céllal jött létre a művészeti csoport, hogy összefogja és segítse a megyében élő amatőr képzőművészeket, amit a mai napig elhivatottan végez, hiszen nem csak kiállításokat, de alkotótáborokat is szervez a tagoknak. A bárkások többnyire festők, de akad köztük zománc műves és fotós is. A most megnyílt kiállításon 32 darab festményt csodálhatnak meg az érdeklődők. Eppelné Nagy Mária két képpel is bemutatkozott. Egy pipacsos csendélettel, ami önnek a hátam mögött van, és egy modern képpel, egy kékbe öltözött női fejjel, amit próbáltam egy kicsit, próbálok ebbe az irányzatba menni. Hogy egy kicsit modernebb, nagyon régóta foglalkozok ezzel, az én tudásom szerint csinálom, tehát megpróbálom. Ha nem sikerül, nem sikerül. Ha sikerül, sikerül. Ezek szerint sikerült, meg kitették. 1998-tól festek, gyerekeim kirepültek otthonról, és volt szabadidőm, és valahogy úgy eszembe jutott, és elkezdtem vele foglalkozni. És még ma is festek. Táborokba szoktam járni, olyan táborokba, ahol művészeti vezetők vannak, és rengeteget tanulunk, meg egymástól is nagyon sokat tanulunk. Tehát lehet egy planelfestés, bármit, tehát mindenfélét próbálgatunk. Azért szeretek, van, amikor van olyan év, amikor három táborba is részt veszek, és hát képzem magam szakirányú könyvekkel, stb. Stb. És még a mai napig is, mert én nekem az az elvem, hogy amíg az ember él, addig tanul. Viszák Lászlót 5 évvel ezelőtt kérték fel művészeti vezetőnek. Mikor megválasztottak, akkor mondtam, hogy ha már engem választanak, akkor szeretnék valamit tenni is, de nélkülük ugye nem lehet. És akkor bevezettem azt, hogy két hetente, hetente összeülünk, festünk, nagyon sűrűre vettük a kiállítási programunkat, és igyekszünk színvonalas kiállításokat, amit nagyjából vagy velük közösen válogattunk ki, vagy én válogatom ki, mint például ezt az anyagot is. Itt közel 30 alkotó van, vagy lehet, hogy még több is, és például hétfőn ezt az anyagot is úgy válogattuk ki, hogy több képet hoztak, és akkor tulajdonképpen rám bízták a feladatot, úgyhogy ilyenkor ez egy megmérettetés is, de nagyon örömmel szívesen csinálom. Én örülök annak, hogyha egy kiállítás, nem azt mondom, hogy legyen csiri-csári, hanem azért legyen összeszedett, legyen színvonalas, de nem szeretném mondjuk azt, hogy kockák vannak kiállítva 30 képen keresztül, hanem itt minden alkotó meg tudja mutatni, hogy mi van benne, mi lakozik benne, mire képes, és nagyon büszke vagyok, mert nagyon soknál én segítettem ezen az úton. Lönhárt Ferenc, a művészeti szalon vezetője szerint, aki látott már bárkásoktól kiállítást, és most megnézi ezt a tárlatot, nagyon el fog csodálkozni. Én úgy látom, aki hát ugye a bárka ütőerén tartom a kezem, hogy nagyon komoly előrelépés, fejlődés van, nem csak a témaválasztásban, a technikákban, a színekben, hanem abban is, ahogy hozzányúlnak a képhez. Tehát számomra ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés. Remélem a nézők is majd így fogják érezni. Aki mindmáig megmaradt az alkotó fantáziájában a bárkások között, az nem csak másoktól és a bárkásoktól tanul, hanem tájékozódik. Másoknak a képeit figyeli. Az internet az számos terepet kínál erre. Tehát el lehet barangolni, el lehet csodálkozni azon, hogy mások mit készítenek. És én azt gondolom, hogy ez adhat egy újabb inspirációt. Nem csak a más témák iránt, más festői módszerek iránt, hanem azzal is, hogy hogyan lehet az ugyanazt, az évről évre ismétlődőt másképp csinálni, esetleg jobban fölkeltve a nézőnek a figyelmét, és sokkal jobban hozzárakni azt a belső pluszt, ami csak az alkotó sajátja. A művészeti csoport körülbelül 30-40 fővel működik. Nyilván ebben nagyon-nagyon belejátszik a COVID-helyzet. Tehát azt azért érezzük, hogy nem ugyanaz ma már a bárkában lenni, mint ahogy évekkel ezelőtt volt.
Tehát a személyes távolságtartás is nagyon sok mindent befolyásol. Kevesebb olyan lehetőségünk van, amiben mondjuk baráti módon vagyunk együtt. Ettől függetlenül azért az utóbbi években is megtartottuk a szokásos nyári táborainkat, ezt általában ilyen 10-12 fő körüli résztvétellel. Idén is volt ilyenünk, és remélhetőleg azért ezzel nem kell leállnunk. Tehát úgy tűnik, hogy ha az lesz, amit mondanak, akkor szabad majd valami diszkrét formában a jövőben is táborokat szerveznünk, szabad azon részt venni, és szabad azon alkotni. Tehát, hogyha 5-6 napig ott együtt dolgozik egy tucatnyi ember, akkor az valószínűleg kihat majd a többiek munkájára is. Senki se szeret lemaradni. És azért azt hiszem, hogy ez a fajta egészséges rivalizálás, vagy a saját erőnknek a kipróbálása, az mindig fog majd elegendő hajtóerőt adni, hogy az alkotó munkával ne álljanak le. Mindig vannak újoncok, és szerencsére vannak olyanok, akikkel 26 évvel ezelőtt együtt kezdtük. Most ő nekik nagyon-nagyon nagy elismerésem, egyrészt a kitartásukért, másrészt pedig azért, hogy tudják azt, hogy miről szól ez az egész. Tehát az, hogy az egyéni képességeiket a közszolgálatába állítják, mindenféle kérés és köszönöm nélkül, azért az ajándék. Tehát egy atomizálódó társadalomban mindenféle élő, eleven közösség az kincs, amit meg kell becsülni, és amit tovább kell fejleszteni. Ezen munkálódunk most már több mint negyed százada. Berlinger Attila, Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elismerően méltatta a bárkások munkáját. Ennek a kiállításnak is, mint a Babits Mihály Kulturális Központ más kiállításának is az a szerepe, hogy mutassuk be, adjunk lehetőséget azoknak a tehetséges, illetve évtizedek óta itt a térségünkben alkotó képzőművészeknek, akiknek ez egy hatalmas nagy öröm, hiszen ők tényleg otthon autodidakta módon, viszonylag amatőr módon fogtak hozzá ehhez a művészethez, de egymást is segítve, egymást is oktatva, tanítva, egyre magasabb szintre jutottak el az általuk végzett alkotások terén. Lönhárt Ferenc elnök úr ezt az összefogás és ezt a kiváló együtt gondolkodást említette is a megnyitó beszédében. Sajnos a Covid-járvány itt is megakadályozta, hogy a jeles 25 éves, negyedszázados jubilomot megünnepelhessék, de annál nagyobb öröm, hogy akkor most a 26. évét elérő egyesületnek adhatunk most otthont, és azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben a Babits Kulturális Központban található tereken több mint 30 kiállítást láthattak most már az érdeklődők. Ez mind-mind annak a bizonyítéka, hogy nem csökken az alkotói vágy. Ez a térség igenis attól függetlenül, hogy Tolna megye és Szekszárd városa viszonylag ugye a kisebb lélekszámú térségek közé tartozik, de a kultúra iránti vágy és a kultúráért tevékenykedő emberek száma, én azt gondolom, országos szinten is kiemelkedő, amire mi nagyon büszkék vagyunk. A Bárka Művészeti Szalon kiállítása egészen szeptember 1-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében.